Magyarulra zajlik ebben a bajai szakiskolában. A 12-es diákok egy otthonra kapott feladat segítségével ismerkednek meg az interjú készítés rejtelmeivel. A gyakorlat során a fiataloknak azt kell megtanulniuk, hogyan tudnak néhány kérdéssel minél több információt begyűjteni egy adott emberről. Nem csak a magyar nyelv rejtelmeivel és az információgyűjtéssel foglalkoznak a mindennapokban a diákok, egyre többen érdeklődnek az intézményben népszerű vendéglátóipari ágazatok iránt. Orsós Dávid 5 évvel ezelőtt kezdte meg tanulmányait a bajai iskolában, a tavalyi sikeres érettségét követően pedig idén gyakorlati évét tölti az intézményben. Mint mondta, sokan a vizsgát követően munkába állnak, ő azonban fontosnak tartotta a tapasztalatszerzést. Mindenféleképpen hasznosnak, én úgy gondolom, hogy az egy év ez nem sok, ugye az életben mindenki azt mondja, hogy ez egy évvel kevesebb lesz. Én úgy gondolom, hogy ezzel több lesz, mivel csak kap egy szakmát, és azzal el tud helyezkedni több helyen is akár. Gondolom, akkor neked ilyen céljaid is vannak, vagy hogyan szeretnél, hol szeretnél elhelyezkedni? Szeretnék pincérként elhelyezkedni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép szakma, hiány szakma is, ahogy hallottam. Nem az 5 éves diák az egyetlen, aki hasonló célokat tűzött ki maga elé. Évről évre nő ugyanis azon fiatalok száma, akik a vendéglátóiparban vagy kereskedelemben szeretnének elhelyezkedni. A fennállásának 95. évét ünneplő Bajai Intézmény 1923-as indulásakor kereskedelmi központú szakiskola volt, már azonban háttérbe szorult a többi ágazattal szemben, mondta a tagintézmény vezetője. Nagy utat írtunk le a kereskedelemhez képest. Most már a tanulóink egyharmada foglalkozik kereskedelemmel, és kétharmada vendéglátással. Tehát főleg a vendéglátóipari ágazatainkra építünk, így a szokásos pincér, szakács, cukrász ágazatainkat bővítjük. A jubileumi év alkalmából egy látványos fali dekorációt is készítettek a diákok, utalva ezzel az intézmény múltjára és az iskola nyújtotta lehetőségekre. A Bajai Szakiskola az elmúlt évben esett át egy nagymértékű fejlesztésen a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatának köszönhetően, amely során közel 100 millió forintból korszerűsödött az intézmény. A jövőben további fejlesztések várhatóak az ágazati képzésekre vonatkozóan, így a tervek szerint hamarosan közművelődési képzésekre is jelentkezhetnek majd a fiatalok.